Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az aktuális szerelmi energia mit gondol rólad? Hogy érez irántad? Mit fog tenni? Mi fog következni a közeljövőben? És hogy viszonyulj hozzá? Mindezt megtekintjük a kártyák üzenetéből. Ez az aktuális szerelmi energia, és ez mindig akkor hat, amikor megtekinted ezt a videót. Kíváncsi vagyok, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható ez a ravasz róka. Ennek a ravasz rókának sok jelentése van. Például, hogy valaki figyelget benneteket. Ez lehet egy nő, lehet egy férfi is. Nagyon-nagyon kíváncsi, hogy mi történik körülöttetek. Ez a ravasz róka viszont jelenthet negatív gondolatokat is. Például, ó, ebből úgysem lesz semmi. Vagy utalhat negatív érzelmekre, bizonytalanságokra, vagy félelmekre. Az is lehet, hogy döntések előtt állsz, és a ravasz róka óvni akar téged, és azt jelenti ebben az esetben, figyelj oda a döntéseidre, nehogy rossz úton haladj. Az is lehet, hogy ő hozott rossz döntéseket. De megnézzük a továbbiakban, hogy még mit mutatnak a kártyák. Itt ez a koporsó lehet egy örökösödési ügy. Ebben az esetben légy óvatos, mert lehet, hogy valaki becsap téged. Itt vannak hazugságok is néha, amikor a ravasz róka megjelenik. De ez a koporsó jelentheti azt is, hogy lezárja ezeket a dolgokat, lezárja ezt a hamisságot, vagy lezárja ezeket a rossz kapcsolatokat. Ebben az esetben a koporsó eltávolítja ezt a ravasz rókát, akkor is, ha jelenleg még érzed ezt a hamisságot, de ez lezárul, legyen meg a bizalom. És hogyan tovább? Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. És eltekintesz a ravasz róka elől, hátat fordítasz. Ez lehet egy régi, rossz kapcsolat, vagy egy hamis barátnő, vagy családi kapcsolatok, vagy lehet az ex-társad is, de te ezt most lezártad magadban, eltekintesz ettől, nem foglalkozol ezzel, hanem itt látható, hogy más irányba tekintesz. Itt fontos a kommunikáció, de látható a képen az is, hogy megvan ez a könnyűség, megvan ez a bizalom, újra lesz mozgás, találkozás, kapcsolatok, beszélgetések. De, ahogy látható, itt a kártyáknál már óvatos vagy. A rossz kapcsolatokat lezárod. Ahol az egerek megjelennek, eltávolítanak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek tulajdonképpen segítenek abban, hogy a régi dolgokat eltávolítsd az életedből. De az is lehet, hogy te félsz attól, hogy valamit elveszítesz. Megvan ugyan a könnyűség, a nyitottság arra, hogy beszélj valakivel. De mivel az egerek el tudnak valamit vagy valakit távolítani, lehet, hogy ezért még vannak kicsit olyan bizonytalanságok. Mi van akkor, ha te lezárod ezt a kapcsolatot, és ez a személy végleg eltűnik? Te próbáld meg ezt elengedni, mert ha itt a hamisság van, akkor tulajdonképpen nem veszítesz, hanem nyersz ennél a döntésnél. Zárd le azokat a kapcsolatokat, ahol úgy érezted, hogy volt a hamisság, valaki becsapott téged, vagy hazudott neked, ezzel előnyöd lesz. Miután te elfordulsz a hamis személyektől, és átteszed magadat ezeken a félelmeken, és megmarad ez a könnyűség, ezzel tisztázódnak bizonyos dolgok, hiszen ez a kála virág utal a tisztaságra, vagy arra, hogy megvan a lehetőség arra, hogy rendezd a dolgokat körülötted, hogy tisztázz dolgokat az életedben. Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz horgonyozni. Viszont jelenti a munkát is, a hivatást. Lehet, hogy ez a hamis kapcsolat a munkahelyen volt, vagy egy rossz munkahelyen voltál, amit le kellene zárni, vagy voltak hamisságok a munkahelyen, ugye hátad mögött. Látható itt a hazugság, lehet, hogy pletykálkodtak, vagy irigyek voltak, de ezt te lezárod, vagy a munkahelyet zárod le, és lesz egy új munkahely, és itt vannak már a beszélgetések, vagy lezárod ezeket a kapcsolatokat, így tisztázódik valami az életedben, és akkor a horgony segít abban, hogy lehorgonyolsz, hogy meglegyen a biztonság érzete. Ne félj ezektől a beszélgetésektől, ne félj attól, ha bizonyos kapcsolatokat lezársz. Itt a kutya jelenti a barátságokat, lehet, hogy ott ezen a területen, vagy a munkahelyen, vagy a baráti körben élted te ezt át. Amit a kutya még jelenthet, természetesen a házi állatokat, vagy a hűséget, és mivel nálad tisztázódnak bizonyos dolgok, a hamisságok lezárulnak, a félelmek elmúlnak. Itt megvan a biztonság érzete, a tisztaság, és ez megmarad úgy hűségesen melletted, hiszen ha most változik valami az életeden, akkor ott meg lesz most a biztonság érzete, vagy a párkapcsolatban, vagy a munkahelyen, vagy a családi kapcsolatokban, vagy ami a barátságokat illeti. Én úgy mondanám, hogy minden életterületen most tisztázódnak itt a dolgok. Itt megjelenik a vita és a veszekedés. Ezt bizonyára átélted már. Vagy félsz attól, ha kimondod itt a véleményedet, és tisztázni akarsz valamit, hogy a másik fél az majd vitázni fog veled. Lehet, hogy ezek itt most a félelmek. De ha megtekintjük a kártyáknak a kapcsolatait, akkor az egerek segíteni fognak abban, hogy ezeket a vitákat eltüntesse, hiszen az egerek felfalják ezt a kártyát, és akkor nincsenek meg ezek a viták. Ez abból adódik, hogy vagy elkerülöd ezeket a vitákat, vagy lezárod a kapcsolatokat, és nem vagy hajlandó a továbbiakban hamis emberekkel tárgyalni, vagy meg lesz ahhoz a bátorságod, hogy védd magadat, és nem fogsz vitázni, hanem eltávolodsz. Itt a gyermek jelenti természetesen a gyermekeket is, de utal az ártatlanságra. Kiderül az igazság, kiderül az ártatlanságod. Akkor is, ha mások hazudnak, vagy vitatkozni akarnak veled, Ez lezárul véglegesen. Itt meg lesz a stabil párkapcsolat, a munkahely, az anyagi helyzet, tehát stabilizálódnak a dolgok. Itt a fejed fölött megjelenik ez a kutya utal a gondolatokra, és itt gyakran barátságokról, esetleg hűségről van szó. A viták elmúlnak, hiszen az egerek ezt eltávolítják, meg lesz a könnyűség, és a gyermek utal egy új irányra, vagy egy új kezdetre. És ez volt a szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!